Az orosz-ukrán háború kitörése óta folyamatosan érkeznek a menekültek a megyei határátkelőkön. A katonai konfliktus 2-3 hétre ugyan megtorpantotta a magyarok külföldi utazási kedvét, de ma már újra sokan keresik ezeket a lehetőségeket. Hogy ki milyen úticélt választ, az nagyon szezonfüggő. Tavasszal, bár a tengerpartokon jó idő van, ilyenkor inkább a hosszú hétvégés vagy 2-3 napos városlátogatások a népszerűek. Ebben a tekintetben Párizs és Barcelona és a horvát városok a legkeresettebbek a nyíregyháziak körében. Érdemes azonban gondolni a nyaralásra is, egyes elemzések szerint ugyanis nagy mértékben fognak drágulni a nemzetközi repülőjegy árak. Jelenleg körülbelül 10%-kal drágábbak, mint tavaly. A nyári úti célok közül 2022-ben is Ciprus az egyik legkiemelkedőbb, de a horvát, a görög és a török tengerpartokra is sok magyar készül. Pihenősebb úti célok közül idén-nyáron is nagyon-nagyon kedvelt és nagyon dübörög a török Riviera, illetve továbbra is az all-inclusive ellátások közül Egyiptom, és idén nálunk legalábbis a mi irodánkra ez nagyon jellemző, hogy bekerült a képbe Dél-Ciprus, tehát a görög oldal. Szintén gyönyörű all-inclusive szállodák közül válogatnak az utasok, úgyhogy ez, akik pihenősebb nyaralást szeretnének, tehát nekik szoktuk javasolni az all-inclusive, nagyon jó tengerparti elhelyezkedésű szállodákat. Akik egy kicsit szeretnének úgymond többet kirándulgatni, vagy egy robogót bérelni, azok pedig a görög és spanyol úti célok között választhatnak, vagy válogatnak. Ugye ezen belül is azért nagyon sok lehetőség van. Görög szigetek, van rengeteg sziget, spanyol szigetek szintén van, ugye spanyol szárazföld. Ezeket az úti célokat azonban már nem csak pihenés céljából keresik fel. Egyre népszerűbb az a trend, hogy a házasodni vágyók külföldi szertartást választanak, ahová a NASZ nép is elkíséri a párt. Akik nem itthon mondják ki a boldogító igent, vagy ha itthon ki is mondják, de azért külföldön egy szertartást rendeznek, és pár fényképeleig kibélik az ottani fotósokat. Ebből a szempontból inkább szeretik az olyan úti célokat az utasok, ahol fehér homokos a tengerpart, tehát hogy mégiscsak meglegyen az a feeling, ahol gyönyörű kék háttérrel lehet képeket csinálni, ugye a tengernek a színe ilyenkor sokkal kékebbnek tűnik egy fehér tengerparton, úgyhogy ilyen szempontból például Ciprus, Európán belül nagyon kedvelt, a Kanári-szigetek, tehát ott is található, bár nem teljesen fehér homokos, de nagyon-nagyon szép tengerpart. Nálunk ez a kettő, de szoktak menni azért külföldre, inkább a téli szezonban a Maldív-szigetekre az utasok, akik szintén esküvőt szeretnének, és így egybe kötik a kellemest a hasznossal, mert ugye a nászutat is gyönyörű környezetben töltik el. Akár esküvő, akár nyaralás miatt utazik valaki külföldre, a foglalás előtt érdemes tájékozódni. Vannak olyan országok, ahol a Covid-járvány miatt továbbra is csak friss, negatív PCR-teszttel lehet beutazni. A háborús helyzet pedig a biztosítási feltételeket írhatja át egyes desztinációkban.